Szia, én Baja Bea vagyok, és ez itt az Igen Podcast. Örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy hallgatsz, mert nagyon jó érzés hallgatva, meghallva lenni. Azért az Igen címet adtam ennek a podcastnak, egyrészt mert van egy ilyen című dalom, másrészt szeretem ezt a szót, harmadrészt pedig itt a változásról lesz szó, és arról, hogy milyen megoldások születnek változás idején. Az első sorozatban zenészekkel fogok beszélgetni, fókuszban az elmúlt másfél év, azaz a Covid időszaka, mi történt 2020-tól nagyjából mostanáig 2021 őszig, amikor is elindul ez a podcast és ennek az alsorozata. És én azt hiszem, hogy azt tudom nektek adni ebben a beszélgetésben, hogy két érdekes zenész mesél. Egy picit beengedlek abba a világba, ami a zenészek világa. Mit csinál egy zenész? Hogyan dolgozik? Milyen, amikor dolgozik? A podcast elindítását ez a felelősség is táplálta bennem, hogy a zenész szakmát egy picit meg szeretném mutatni, mert nagyon ritka az, amikor két zenész beszélget, vagy valamilyen interjúhelyzetben nyílunk meg, vagy valamilyen média, egyéb média helyzetben, de hogy a zenészek belülről egymással beszélgetnek, azt hiszem, hogy ez egy őszintébb képet fest arról, hogy kik vagyunk mi és mit csinálunk. Másrészt itt a Covid alatt nagyon sok tévképzet keringett arról, hogy a zenész csak szórakozik. Ne szórakozzatok velünk! Igazából én magamról azt tudom mondani, hogy nagyon szeretek dolgozni, nagyon szeretem a szakmámat, persze mást is csinálok a zene mellett, de az első 6 vendégem szinte mindegyike nagyon-nagyon keményen dolgozik, és nagyon szereti a szakmáját, úgyhogy azt hiszem, hogy ideje ezt a tücsök és a hangya fabulát, ahol a tücsök csak egész nyáron hegedült, és nem rakott félre tartalékot dolgot, egy kicsit majd leporolni, de lehet, hogy ez majd az egyikünk feladata lesz, de a szerzőként minden esetre most itt 6 zenésszel fogtok találkozni a sorozat első alsorozatában, és beszélgetünk arról, hogy mit csináltunk a Covid alatt, mit nem csináltunk, és helyette mit. Igen! Mik voltak a mi megoldásaink, a mi örömeink, a bánataink, természetesen szó lesz nemekről is. De az egész podcastnak, az egész gondolatnak az az iránya, hogy ha valami nehéz, az nem marad mindig úgy, hanem a változás az transformáció, és valami jobb önmagunká alakulunk majd át egy csomó munka után természetesen. Az nagyon jó érzés volt, hogy az első 6 emberem, az csak a részben közvetlen zene kollégám, ugye Dongó például, de az összes többi zenész, akit más műfajokból felhívtam, azonnal jött, és nagyon megköszönt, és óriási nyitottsággal és melegséggel mondott nekem igent, és a végén pedig még ők köszönték meg, hogy beszélgettünk, úgyhogy ez kicsit mutatja a beszélgetéseknek az értelmességét, a jelentőséggel bírását és a hangulatát is. Nagyon izgatottan várom majd a visszajelzéseiteket, én nagyon szeretem ezt a sorozatot, és terv az, hogy megyünk tovább, nem csak zenészekkel fogok beszélgetni, hanem mindenféle emberrel arról, hogy milyen a változás, és hogyan kell ezekre az igenekre koncentrálni. Persze mindent meghallok, és mindent kérdezek, de valahol van ez a gondolat, hogy folyamatosan változunk, és megyünk előre, és igen mondunk önmagunkra. Kezdődjék el tehát a sorozat, nagyon örülök tényleg, hogy itt vagy. Ne felejtsd el, hogy a YouTube-on, itt a YouTube csatornámon iratkozz fel, hogy az új értesítéseket megkapd. Az Igen nevű Facebook zárt csoportomba is lépj be, mert ott ezeknek a témáknak a mélyére nézünk, és 2000 ember megtanult beszélgetni, illetőleg ha bármilyen kommented, véleményed, ötleted, meglátásod van, azt kérlek ide a videó alá is, illetőleg bármely más helyen, ahol elérsz engem, küldd el, írd le, mert a visszajelzésekből tudunk tanulni. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagy, kezdődjék tehát az igen. Alig várom, hogy halljatok minket.